Hát először is szeretném megköszönni a Bátor Terenyi Sport Egyesületnek, hogy engedélyezték, hogy itt lejátszassuk a kupadöntőt. Köszönjük nekik. Hát nem minden nap adódik meg a csapat életében, hogy kupadöntőt játszhasson. 4 év telt el, hogy újra itt lettünk a kupadöntőben. Érdekesség az, hogy pont megint a Garancslafújtő csapat ellen. Hát úgy gondolom, hogy amit megbeszéltünk, sajnos azt nem tudtuk véghez vinni. A Lapújtő óriási nyomás helyzet rám minden az első perctől kezdve, és amiből felkészültünk és megbeszéltünk, azt egyáltalán nem tudtuk teljesíteni. Én azt mondom, már onnan nem igazán lehetett látni, de az elsőből kb. 5 méteres felső született, ami mindjárt hátrányba kerültünk. Kettő nyomás sikerült egy gólt fognunk, azt hittem, hogy visszajövünk a mérkőzésbe, de utána megint kaptunk egy olyan gólt, és a Garancslafújtő teljesen megérdemelte, nyert meg a mai kupamérkőzést, ilyen arányban is jobb csapat, jobb előállapotban is voltak fizikálisan is, és sokkal harcosabbak voltak a mai napon, mint mi. Sajnos ezt nem tudtuk mi felnőni ez a feladathoz, hogy méltó ellenfelé legyünk ez a kupadöntőhez. Nagyon sajnálok tényleg. Ez így sajnos nem lett egy szép búcsú. Még egyszer gratulálok a Garancslafújtőnek. Maradt hát a két bajnoki mérkőzés, amit szeretnénk sportszerűen lejátszani, és majd meglátjuk, hogy hogyan akkor a továbbiakban ez az egyesület mi lesz jövőre. Köszönöm a srácoknak, hogy itt voltak ma is, és hogy ilyen körülmények között is odarakták magukat, de még egyszer mondom, hogy teljesen megérdemelt ennyiáltal a Garancslafújtő, ilyen arányban is olyan gond voltak. Köszönöm. Nagy a boldogság most itt a csapatnál, úgy érzem, hogy... Sőt, én szeretném megköszönni a csapatnak, mert a meccs előtt azt kértem, hogy tegyenek már mindent a győzelemért, mert egy nagyon jó barátom, 5 éve hűnt el, és a testvéremnek mondanám, aki egy törzsszurkoló volt itt Garancslafújtőn, és ő nagyon örült volna ennek, és én neki ajánlom fel ezt a kupát, meg a serleget. Úgyhogy köszönöm a játékosoknak, szerintem tökéletes meccset játszottak annak ellenére, hogy a pálya az olyan volt, amilyen, meg az idő is, az ugye ítéletidő, de csúsztak, másztak, én azt gondolom, hogy nagyon barátban is lehetünk volna, ez ellenére még egy kicsit lefelé járva van, mi nagyon jó formában voltunk, úgyhogy azt gondolom, hogy teljesen érdemelte nyertünk. Én köszönöm Szabó Gábornak is, a kollégám a egész évben nagyon sokat segített, és mondjuk befolyásolta azt, hogy a csapat ilyen lett, amilyen. Ugye én azt gondolom, hogy itt a bajnokság vége felé már kidomborodott a közös munkánk, és lehetett látni a meccseken is, hogy az ellenfelek mind fizikálisan, mind szerintem technikailag le voltak maradva tőlünk. Kár, hogy az SBTC meccs ott a bajnokság közepén az nem úgy sikerült, de az is nem úgy akarta. Úgyhogy valamilyen, hogy a szakmai részét hogy látta, de még egyszer köszönöm neki is, hogy együtt tudtunk dolgozni. Én nagyon bízom benne, hogy tudjuk tovább folytatni ezt a munkát, így az egész kerettel, de azért egy együtt beszélünk, mindenkinek vannak megkeresései, ugye nem tudunk senkit ide láncolni, de én szeretném, hogyha még tovább működne együtt ez a csapat. Hát én azért örülök. Igazából ezek a győzelemnek már, amikor elkezdtük az ős munkát, rengeteg kritikát kaptuk több helyről, és a jó Isten, meg mi is közé tudtuk azt, hogy lehet ezt így csinálni, meg jó úton vagyunk, jó csinálni a dolgunkat, az, amit kidolgoztunk, meg adik az egész szezonban, a másik szezonra ért be a teljes munkája, ennek a most vettük a gyümölcsét, inkább úgy mondom. Nagyon nagy örülök ennek a győzelemnek, nagyon fontos volt, mert ez nekünk is visszajelzés, hogy teljesen ilyenek a körülmények, a játékosok maximálisan leteszik a dolgokat, és visszaköszönnek azok, amiket mi kérdődünk napon nap a hétről hétre. Nekem ez egy külön-külön nagy öröm, hogy azon a pályán nyertem meg ezt a kupát a csapattal, ahol én nagyon sokat játszottam, és nagyon sokat köszönhetek ennek a klubnak, úgyhogy én hálás vagyok, úgyhogy lábbal a minden.